Ebben a mostani videóban a gyulladásokról lesz szó, arról, hogy szerintem melyik a 10 leggyakoribb gyulladás okozó, és hogyan tudjuk őket megszüntetni. Szeretettel köszöntök mindenkit! A testünkben lévő gyulladások többségét a saját immunrendszerünk okozza. Alapvetően minden betegség gyulladással jár, nagyon soknak eleve ott van a nevében, ízületi gyulladás, vastagbélgyulladás, szívizom gyulladás, bőrgyulladás, tüdőgyulladás, torokgyulladás. A gyulladásnak két fázisa van, az első az akut, a második a krónikus. A krónikus gyulladás az ugye hosszú ideig tart, és azért alakul ki, mert az immunrendszer megpróbálja egyensúlyba hozni a testünket, de mivel állandóan támadva van, képtelen teljesen megszüntetni a gyulladást, tehát csak részlegesen tudja megoldani a problémát. A gyulladásos betegségek közül az autoimmun betegségek azok, amelyek robbanásszerűen kezdtek szaporodni az utóbbi 2-3 évtizedben. Az első fő gyulladás okozó a glutén, tehát minden olyan étel, ami búzából, árpából vagy rozsból készült. A gluténnak az ópiumhoz hasonló hatásai vannak. Amikor gluténtartalmú ételeket fogyasztunk, a morfiumhoz hasonló vegyületek is képződnek belőle, amelyek az agy ópiát receptoraihoz kapcsolódnak. Ennek eredményeként egyfajta jutalomreakció következik be a testünkben. Hasonló hatása van egyébként a fruktóznak is. Biztos te is emlékszel korábbról, amikor mondjuk megettél egy nagyobb szelet kenyeret, erre a kielégítő, enyhén eufórikus érzésre. A gabonákban lévő, hát mondjuk ki morfium miatt, fájdalomcsillapító hatása van a gabonáknak, és többek között emiatt sem érezzük azt egy ideig, ahogy a vastagbélben szétrombolják lényegében a bélbolyhokat. A bélbolyhok károsodása az első lépés az áteresztő bél kialakulásához, tehát ahhoz az állapothoz, amikor a bélfalon a tápanyagokat átengedő lyukacskák elkezdenek megnagyobbodni, majd ennek következtében átereszteni olyan nagyobb részecskéket is a nyirok majd a vérkeringésbe, amelyeket nem kellene. Így indul el minden ételallergia és minden autoimmun betegség. Ugye az áteresztő bél következtében nem kívánatos vegyületek, részecskék kerülnek be a testünkbe, ami az immunrendszer részéről ellenreakciót vált ki, és ha minden nap esszük a problémát okozó ételeket, folyamatos felfokozott állapotba kerül az immunrendszer, és ez elvezet fokozatosan hosszú távon a krónikus gyulladáshoz. A következő nagy gyulladás forrás, ami világszerte rengeteg betegséget okozza, a gabona és magolajok. A gabona és magolajok gyulladásnövelő képessége a cukornál is erősebb. Ezek az olajok, napraforgó repce, kukorica például, sokszorosan finomítottak, már szinte addig az állapotig, hogy gyakorlatilag szintetikusnak nevezhetjük őket, tehát mesterségesnek. Hiába van rajta a növénynek a neve, mondjuk napraforgóolaj, nincs bennük semmi élet. Gabonaolajban a legfőbb gyulladás okozó vegyület a magolajokban az omega-6 zsírsav. A következő gyakori gyulladás okozók a vírusok. Nagyon sok embernek nem állandó a gyulladásos betegsége, hanem fél évig van, utána egy ideig nincs, majd újra visszatér. Ennek az áll a hátterében, hogy a testünkben lévő vírusok, amelyeket soha nem lehet semmilyen módon megölni vagy elpusztítani, csak esetleg elaltatni, tehát a vírusok bizonyos időközönként valami miatt aktivizálódnak a szervezetünkben. A legtöbb vírus aktiválódást a kortizol, a stressz hormon okozza. Amikor sok stressznek vagyunk kitéve, a sok kortizol lenyomja az immunrendszer nem lesz annyira erős és aktív, így a vírus lényegében erőre kaphat. Rengeteg gyulladást okoz az inzulin rezisztencia is, ami leginkább azért alakul ki, mert folyamatosan eszünk a nap során, és ugye miért eszünk folyamatosan? Mert sok szénhidrátot fogyasztunk, sok cukrot, sok gabonaételt, sok keményítőt eszünk, ami nagyon gyorsan elég a testünkben a zsírokhoz, a zsírsavakhoz képest, így nagyon gyorsan leszünk újra éhesek. Mindenki, aki szénhidrátot, cukrot, gabonát, keményítőt fogyaszt, annak van bizonyos mértékű inzulin rezisztenciája. Persze az orvosok csak egy bizonyos szint után határozzák meg inzulin rezisztenciának, de ez az állapot fokozatosan alakul ki, onnantól kezdve, hogy szénhidrátot fogyasztunk, mert nem csak úgy egyik napról a másikra lesz inzulin rezisztenciánk, hanem évek, évtizedek alatt fokozatosan. Az ötödik gyulladás forrás a kevés kortizolból fakad, pontosabban a sejtjeink nem jutnak hozzá a kortizolhoz, mert kortizol rezisztencia alakul ki.
Erről már több videómban is beszéltem. Minden hormon, amiből sok van valami miatt, az a szemmel ellenállás alakul ki egy idő után a sejtekben, tehát a sejt nem fogadja már be az adott hormont, így nem tud hatni. Márpedig a kortizol a legfőbb gyulladás csökkentő a szervezetünkben, és ha nem tud bejutni kellő mennyiségben a sejtekbe, nem tud gyulladást csökkenteni. Ugye a prednizolon, azaz a szintetikus kortizol, az a gyógyszer, amit tonna számra adnak el világszerte. Kortizol rezisztencia a hosszú ideig fennálló stressz miatt jelentkezhet, ezen belül a legveszélyesebb az a valaminek vagy valakinek az elvesztésével járó szorongásos stressz. Ezzel a hosszú ideig fennálló érzéssel kezdődik minden autoimmunbetegség. A kevés mozgás, az esetleges korábbi sérülések is okozhatnak gyulladást. Ha egy izület nem mozog, egész nap ülünk, éveken keresztül, annak előbb-utóbb gyulladás lesz a következménye. A következő az epesav sűrűsödése, ami ugye későbbi állapotában epekőhöz vezet. Ez az alacsony állati zsírtartalmú diéta miatt alakul ki. És pontosan ezzel is lehet rendbe tenni, ha még időben vagyunk, tehát magas állati zsírtartalmú ételekkel. Az epekövesek 95%-a azért lett, vagy azért lesz sajnos epeköves, mert elhiszi az évtizedek óta tartó hazugság propagandát, hogy az állati ételekben lévő telített zsírok veszélyesek az emberi szervezetre, mert elhízást, koleszterint, élelmeszesedést okoznak, tehát nem esznek az emberek állati eredetű zsíros ételeket. Sajnos az idősebb orvosok még mindig elhiszik ezt a hazugságot, és így ugye rendkívüli módon megtévesztik az embereket. Lehet gyulladás a szervezetben a sok vas miatt is. Ez nem olyan gyakori, főként férfiaknál jelentkezik, és leginkább akkor alakul ki, ha hosszú távon vastartalmú készítményeket szedünk. A vas és a kálcium nagyon-nagyon nehezen ülnek ki a szervezetünkből. Lehet oxigénhiány is a gyulladások hátterében, ezt a problémát talán a leggyakrabban az alvási apnoé okozza. És végezetül a magas húgysav szint, ami leginkább a magas fruktóztartalmú ételektől és italoktól jelentkezik. És most nézzünk meg 10 megoldást a gyulladások kialakulási esélyének a csökkentéséhez és a megszüntetésükhöz. Értelemszerűen az első és legfontosabb lépés szinte, mint mindig, hogy hagyjuk el a fő gyulladás okozókat, a glutént, gabonaételeket és a sokszorosan finomított gabona és magolajokat. Ugye ez a lépés nem biztos, hogy olyan egyszerű mindenkinek, mert lehet, hogy otthon nem használunk gabona és magolajokat, de ha elmegyünk egy étterembe, egy kifőzdébe vagy ételt rendelünk, akkor az nagy valószínűséggel tartalmaz glutént, és ha sütött, akkor szinte biztos, hogy gabonaolajon, magolajon sütötték. Második, legalább annyira fontos lépés, hogy rendbe tegyük a vastagbelet és a bélflórát. Erjesztett zöldségek és probiotikumok a legfőbb fegyverek a kezünkben erre a célra. Savanyú káposzta, kimchi, ha nincs tejallergiánk a kefir, és célszerű még kiegészítésként probiotikumot tartalmazó készítményeket is szedni, abból is ugye nem a gyógyszertári egybitest, hanem olyat, ami legalább 20-30 milliárd hasznos baktériumot tartalmaz. Nagyon jó a bélfal regenerálásához a húsleveslés mellé kiegészítésként a hidrolizált kollagén, amit célszerű szintén nagy dózisban, por formában és nem kapszulaként bevinni. Áteresztő bélre, autoimmun betegségekre, allergiára kiváló a kolosztrum is. A D-vitamin elengedhetetlen, ha a gyulladást szeretnénk csökkenteni. A D-vitaminnak egyfajta kiegyensúlyozó, szabályozó hatása van az immunrendszerre, tehát ha túlzottan aktív, le tudja csillapítani, ha kevésbé aktív, fel tudja pörgetni. Mindkét hatás kulcsfontosságú a gyulladás csökkentéshez. Együtt alkalmazunk a K2 vitaminnel, és ha régóta fennálló gyulladásunk van, simán mehet nagyobb dózis is, akár napi 10-20 ezer nemzetközi egységet is be lehet vinni belőle. Itt ajánlom még figyelmetbe azt a videót, amit az autoimmun betegségekről készítettem korábban, mert ott részletesebben szó van a D-vitamin szerepéről és a dózisról. Építsünk fel és erősítsük meg a saját testünk által előállított antioxidánsok seregét. Ennek megvalósításához a 4 legerősebb eszköz a kezünkben a böjtölés, például az időszakos böjtölés, a zöld színű zöldségek rendszeres fogyasztása,
hogy a búzafülé és a mikroalgák szedése, a rendszeres testmozgás, edzés, és például még a hidegvizes fürdőzés. A diéták közül a ketogén és a húsevő diéta a két leghatékonyabb gyulladást csökkentő. Mindkettő esetén a felszívódó szénhidrát bevitel, tehát a cukrot, a gabonát, a keményítőt gyakorlatilag bevisszük nullára, ami által az inzulin szintünk folyamatosan alacsony lesz, így lényegében kiiktatjuk a magas inzulinból fakadó gyulladások esélyeit. Ne feledjük el, az állandóan magas inzulin szint közvetlenül vagy közvetetten szerepet játszik a betegségek 95%-ának a kialakulásában. A vörös hús önmagában a leggyógyítóbb étel, amit ember fogyasszat, főként ha gyulladásoktól akar megszabadulni. Hatékonyan tudunk gyulladást csökkenteni algákkal, mikroalgákkal is, említettem őket a negyedik pontban is. A zöld és kék algák, mint a klorella és a spirulina, nagyon hatékonyak a gyomrot és a beletérintő gyulladások megszüntetésében, például a vastagbél gyulladásnál. A magas asztaxantin tartalmú Haematococcus pluviais alga szintén nagyon jó gyulladásokra, ízületi gyulladások, szív- és érrendszeri gyulladások, izomgyulladások, bőrgyulladások, szemgyulladások, és mivel átjut a véragygáton, az agyban lévő gyulladások ellen is bevethető. Ajánlom figyelmedbe az Immunex algakomplexet, amely 5 alga erejét egyesíti, és nagy dózisnyi asztaxantint is tartalmaz többek között. A tokotrienoloknak jelentős szerepük van a gyulladás csökkentésben. A tokotrienol a valódi E-vitamin, a legtöbb étrendkiegészítő kapszulában lévő tokoferolokhoz képest 40-szer erősebb az antioxidáns ereje. Ugye leginkább kapszula vagy olaj formában tudjuk bevinni. Gyulladást csökkenthetünk az omega-3 zsírsav bevitelünk növelésével is, halolajjal, krillolajjal, csukamájolajjal és a halételeknek a rendszeres fogyasztásával. A stresszel összefüggő gyulladásokra a hozzáállás megváltoztatásán túl jók az adaptogén gyógynövények is, az asvaganda és a rózsagyökér. Az asvaganda segíthet a mellékvese működés normalizálásában és az alvás minőségének a javításában. Ez azért lényeges, mert az egyik legerősebb saját antioxidánsunk és egyben gyulladást csökkentünk, a melatonin, ami alvás alatt termelődik, tehát komolyabb gyulladást csökkentéshez sokat aludni elengedhetetlen. És végezetül pótoljunk nyomelemeket is, szelén, cinket, jódot. A modern mezőgazdasági termelés teljesen kizsigereli a talajt, ami azt eredményezi, hogy egyre kevesebb nyomelem van a növényekben és a növényeket elfogyasztó állatok húsában. A cink a legfontosabb nyomelem az immunrendszer számára, a szelén a májban és a pajzsmirigyben lévő gyulladások ellen fontos, a jód többek között a nyirokcsomó gyulladásokra, a mangán bélrendszer, illetve csont és ízületi gyulladásokra. Következőnek javaslom azt a videót megtekinteni, amit a bélflóra rendbetételéről készítettem korábban. Köszönöm, hogy végignézted a videót, ha tetszett, segíts a terjesztésben, kedveld és oszd meg másokkal is. Jó egészséget kívánok neked, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!